Bakondi György országos katasztrófa védelmi főigazgató adta át a kinevezését Erdélyi Krisztián tűzoltó alezredesnek. A Vas megyei katasztrófa védelmi igazgatóság új vezetője elmondta, hogy első feladata a helyi sajátosságok feltérképezése lesz. Vas megyét hívják úgyis, hogy a viharsarok, úgyhogy fel vagyok igazából, úgy gondolom, készülve mindenre. Hóhelyzet, árvíz, egyéb más veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatok, ezeken leszek. Legfontosabb célom most az, hogy a beilleszkedés, megismerni a várost, megismerni a kollégánkat, ki mire képes, kitől mit várhatok el. Hát erre elég kevés időt adtam magamnak, 2-3 hónapot. A Vas megyei katasztrófa védelmi igazgatóság munkáját Bakondi György értékelte, aki elmondta, hogy a szervezet eredményes munkát végzett, és széles körű lakossági támogatással is bír. A Vas megyében az elmúlt hónapokban, elmúlt 1-2 évben nagyon sok esemény történt, ahol a beavatkozásunkra szükség volt. Akár iparbiztonsági, akár tűzesetek, akár pedig árvíz, belvíz és hóhelyzet. Sikeres, eredményes munkát végzett a Vas megyei igazgatósági. A korábbi megyei igazgató most az országos iparbiztonságért felel. A leköszönő Takács Árpád dandártábornok számos újítást vezetett be Vas megyében, ezeket az országban máshogy is gyakorlattá teszik. Az országos iparbiztonsági főfelügyelőséghez tartozik Magyarországon a veszélyes üzemek felügyelete, a veszélyes szállítmányok ellenőrzése, közúton, vasúton, víziúton és a légiszállításnak is az ellenőrzése. Ide tartozik a nukleáris baleset elhárítás, a magyarországi létfontosságú rendszerek védelme, ami azt jelenti, hogy a víz, gáz, áramszolgáltatásnak a felügyelete, ezen túlmenően pedig a vízügyi hatóság és vízvédelmi hatósági jogkörök is. A Vas megyei katasztrófa védelem újonnan kinevezett első embere december végén vette át a hivatalát, és egyből intézkednie kellett a hóhelyzet okozta problémák megoldása érdekében.